Sziasztok! Ez itt a Kultúrasztal, a Golgota Rádió irodalmi és kultúrműsora. A mikrofonnál a műsor szerkesztő vezetője, Majoros Szidónia. Sziasztok, szép reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Kultúra a Rádió műsorán. Mint már tudjátok, én mai Szidónia vagyok a műsor szerkesztő műsorvezetője, mai vendégem pedig Benkő Csodi Danielle, aki egy érzelmi intelligencia fejlesztő kócs, és szeretettel köszöntünk Csodi itt az adásban. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek. A szakterületedről fogunk ma beszélgetni, illetve hogy mit is jelent ez, miért fontos, mi a relevanciája ma az emberek számára, mennyire kell gondolkodnunk az intelligenciáról, érzelmi intelligenciáról, hogyan fejleszthető. Tehát nyilván mindenkit uh -huh. ezek a kérdések foglalkoztatnak, de akkor talán elsőként beszélgessünk magáról az intelligenciáról. Azt olvastam, egy tanulmányban, hogy, hogy az ember tulajdonképpen úgy tevődik össze, hogy ő egy intelligens, kvázi egy értő, értelemmel rendelkező lény, ugyanakkor a, 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 az érzelmi intelligenciája is fontos, illetve, illetve azok a készségek, nevezük szociális készségeknek, ahogy, ahogy ezeket a, a szellemi, értelmi és érzelmi képességeit, intelligenciáját a gyakorlatba átülteti vagy kamatoztatja. Uh -huh. Ezzel mennyire értesz egyet? Valóban ebből áll az ember. Ez egy érdekes, lesarkítás lenne talán, hogy azt mondjuk, hogy csak ez az ember, mert nagyon-nagyon különbözőek, meg érdekesek vagyunk szerintem, meg ez az izgalmas bennünk emberekben. De igen, én is abszolút azt látom, hogy ha már kategorizálni kell az embereket, akkor van egy IQ ami adja azt a fajta tudást, azt a fajta logikát, a felfogás készségeket. Van egy EQ, az érzelmi intelligencia, ami a szociális készségeket adja a kommunikáció, a, azokat a megérzéseket a, a másikban, hogy mennyire tudjuk tudunk ráérezni, hogy, hogy a másik milyen, vagy. Hogy mit akar egyáltalán mondani, a, mi van a szavai mögött, ez az érzelmi intelligencia, és a másik része pedig a személyiségünk. És a személyiségünk pedig az a, az a része az embernek, ami pedig meghatározza azt, hogy euh, mégis ez, ezek hogyan nyilvánulnak meg. Ez euh, Ezek lágyabban, erőteljesebben, halkan, hangosan, szóval, hogy, hogy introvertált, extrovertált valaki, hogy ezekre kell ilyenkor gondolni. És ez a három csoportja gyakorlatilag, a, ami felépíti az embert. Igen. Ezek közül mi az, ami velünk született, és mi az, ami fejleszthető, és egyáltalán eh, erre törekednünk kell? Tehát fontos, uh -huh. fontos, dolog az, hogy, hogy azokat a készségeket, képességeket, amelyek fejleszthetőek, azokat, azokat fejlesszük is, azokon dolgozzunk is? Hát én abszolút azt gondolom, hogy, hogy ahol tudunk fejlődni, fejlődjünk, azért is lettem kócs, és azért is szeretek foglalkozni az emberekkel. És engem az érzelmi intelligencia azért fogott meg annyira, mert több tanulmányt olvastam, nagy cégek, Starbucks, IBM, ezek a nagy cégek csináltak tanulmányokat arról, hogy ki a jó ember, akit fel akarnak venni. Mm -hmm. És az a nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor, amikor ez csak az IQ-ját mérték az embereknek, akkor ők nem voltak jó csapatjátékosok, nem tudtak jól ö, kapcsolódni az ottani cég működésével, vagy akár akár az ügyfelekkel. Viszont hogyha az érzelmi intelligenciát, az elkút nézték, és azt... Ö, Hát úgymond azt följebb díjazták, és úgy választottak embert az ő cégükbe, akkor nagyon meg voltak velük elégedve. És sok-sok tudomány, hát egy 20, talán most már 30 éve vannak öm, ilyen kutatások az lq kapcsolatban, és nagyon érdekes, ha azt mondják, hogy az embernek a boldogsága és a sikere, az 80%-ban az LQ határozza azt meg. És nagyon érdekes, hogy nem gondolná az ember. Mindenki azt hiszi, hogy én intelligens akarok lenni, az IQ-t. Sajnos, hát csak nagyon picit lehet fejleszteni. Viszont ugye, ha 30, vagy 85%-át adja a, a sikerünknek, meg a boldogságunknak az lq akkor iszonyatosan izgalmas az a gondolat számomra, hogy ez megfejleszthető. És nem csak picit, hanem, hanem nagyon, nagyon fejleszthető. Én nem tudom, hogy mennyire értesz azzal az állítással egyet. Ugye akkor ezt meg, megbeszéltük, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint az IQ az az kevés, nagyon kevéssé fejleszthető. Uh -huh. De mi magyarok, szerintem világviszonylatban is egy olyan nép vagyunk, akik szeretünk nagyon hát elbüszkélkedni talán azzal, hogy, uh -huh. hogy intelligensek vagyunk. Hogyha egy külföldivel beszélgetünk, akkor akkor egyből megkérdezzük tőle, hogy kik azok a magyarok, akiket ők ismernek. Uh -huh. Büszkélkedünk a feltalálóinkkal, hogy hallottam -e már Rubik Ernőről, és a nem tudom, Rubik Kockáról. Tehát valahogy valahogy a nagy magyar, magyar ember számára én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy ö, azt az imást szeretjük elteni magunkról vagy szeretünk uh -huh. úgy gondolkodni magunkról és szeretnénk azt hogyha mások is úgy gondolkodnának rólunk mint akik akik talán átlagon felüli uh -huh. intelligenciával rendelkezünk. Ezt te is így látod? Tehát a magyarokra szerinted ez egy kifejezetten jellemző vonás, vagy tulajdonság, hogy szeretünk intelligensnek tűnni? Én azt mondom, hogy abszolút. Mondjuk ebből együtt tudni kell azt is, hogy egy picit objektívabban látom a, a magyarokat, uh -huh. mert én nem magyarként nevelkedtem, én amerikai származású vagyok, viszont emellett ezt nem úgy mondom, hogy nem vagyok magyar, valamikor sajnálom azt, hogy nem vagyok uh -huh. magyar, meg, meg Próbálok azonosulni minél inkább a magyar kultúrával. Sőt, magyarnak is tartom magam, csak nem papíron. Úgyhogy ezért akarom ezt is így elmondani, de hogy ez az objektivitás, meg a rálátás a magyar kultúrára, ez egy előny is abból a szemszögből, hogy, hogy látom a ahogy reagálnak a magyarok arra, hogy ők nagyon intelligensek akarnak lenni, ez egy nagyon pozitív dolog szerintem. Viszont van Maga egy hátra... a vágy vagy a törekvés? Igen, igen. igen. Nagyon magasak a, az iskolázottságok, az érettségének a színvonala az, az tényleg kiemelkedő. Viszont olyan érdekes, hogy amikor csak ezen van a hangsúly, és csak az ikon, és a, a memorizálás, ugye a magolás, az nagyon nagy része a, a, a vers tanulás, ami fejleszti ugye az embernek ezt a fajta intelligenciáját. Viszont hiányzik számomra általánosságban a, a magyar emberekben a praktikusság. És az EQ pedig a praktikusságnak a kategóriájába sorolható igazából, hogy most nagyon jó és előnyös az, hogyha magas IQ-val rendelkezik valaki, de mi van avval az IQ-val, mi van avval a tudással, egyáltalán fel tudja használni. Mm -hmm. és, és itt látok egy hiányosságot, általánosan megint tisztelt a kivételnek, és azért próbáltam belemenni ebbe a nagyon szeretem a magyarokat, mert semmilyen szinten nem egy lenéző dolog ez bennem, Öm, hanem nagyon magasra tartom az iq a magyaroknak, de hiányos a Praktikus megvalósítása, hogy, hogy használják és jóra tudják használni egyáltalán ezt. Illetve lehet, hogy akkor felmerül, hogy talán Különbséget kell tenni a, a műveltség, a képzettség, uh -huh. tehát mondjuk egy iskolán el sajátítató műveltség között, ami, amit talán inkább akkor tudásnak nevezhetnénk, uh -huh. ami elméleti, és e között, ami, amiről uh -huh. beszélsz, hogy gyakorlatilag uh -huh. felhasználható, uh -huh. akkor inkább az érzelmi intelligenciára jellemző Aha, tulajdonság. Így van, így van, igen. És akkor ennek megfelelően ugye az, az intelligencia, tehát az IQ maga, az... Az, az fele részben velünk született, uh -huh. örököltük, gén, gén alapú, és fele részben pedig a, annak a közegnek köszönhető, akik születésünk után az elkövetkezendő néhány évben körbevesznek minket és, uh -huh. és befolyásolnak. Mennyiben más, akkor az intelligenciához képest az érzelmi intelligencia. Tehát ez ugye kevéssé fejleszthető, Keveset tudunk változtatni azon, hogy, sőt, azon, hogy milyen génekkel születünk, azon nem is tudunk változtatni. Azon, hogy milyen, milyen közegbe születünk bele, azon is csak némi kép. De az érzelmi intelligencia az mennyire fejleszthető? Hát, ahogy említettem az előbb is, hogy, hogy az az izgalmas számomra, hogy nagyon. Mindenkinek más mértékben, de, de, és embertől függ. Szóval, hogy ha valaki elhatározza azt, hogy ő, ő szeretne fejlődni értelmileg, akkor abszolút megvan a lehetőség. Itt kell egy nyitottság, egy taníthatóság, és ö, valamikor elég ö, komoly szembenézés önmagunkkal, ahhoz, hogy tényleg ez a fejl fejlesztés ez megvalósuljon. Viszont, öm, viszont nagyon izgalmas a folyamat. ez egy, ez egy az érzelmi intelligencia az két részből áll. Az egyik az önismeret, a, hogy szembe tudunk-e nézni magunkkal, hogy egy objektív rálátásunk lehet-e a saját érzelmeinkre, a saját tudásainkra, a saját határainkra, a képességeinkre, és ez az egyik oldala. A másik lábon, amin az érzelmi intelligencia, az pedig az, hogy valójában látjuk-e a másikat, hogy, hogy tudunk-e a másikból kiindulni, és uh, tudunk egy úgyfajta önzetlen um, rálátással, meg, meg perspektívával közeledni a másik felé. És ez a kettőnek a találkozása, meg a sőt, a helyes értelmezése fogja adni az érzelmi intelligenciánknak a mértékét. Megnéztem néhány, néhány videót a YouTube-on, uh -huh. mielőtt megbeszéltük, hogy az érzelmi intelligenciáról fogunk beszélgetni kicsit együtt, hogy miért érdemes fejleszteni, és hogyan tehetjük ezt meg. És azt láttam, hogy egy... Öt pillérből álló rendszerrel dolgozik a legtöbb videó, illetve a tanító, és említik ezeket, amiről beszélnek, csak kicsit kibővül a kör, és az önismeret mellett nem csak a, nem csak a, a, a másik ember megismerésére való készséget tartják az érzelmi intelligencia részének hanem egy nagyobb körét is, tehát mondjuk a társadalomnak uh -huh. az ismeretét, és, a, és a, egy nagyobb közeggel való együttérzés, empátia uh -huh. ö, is, is a részét alkotja ennek, tehát hogy önmagam a társadalomban, másik emberrel való viszonyomban ö, hogyan viselkedek, mennyire tudom átérezni az ő uh -huh. helyzetét, és annak megfelelően hoz, ö, ö, viszonyulni, illetve hogy a társadalomban milyen, milyen viszonyulási rendszerekbe tud az ember behelyezkedni, és a legvégső pillérként pedig a döntéseinket nevezik meg a legtöbben, hogy nyilván úgy fog a külvilág felé ez, ez megvilágosodni, hogy kinek milyen az érzelmi intelligenciája, hogy milyen döntéseket hoz, uh -huh. hogyan viszonyul másik emberhez a, a társadalomban uh -huh. vagy, vagy akár a, a, az egyéni társas kapcsolataiban. Uh -huh. Igen, én, én le szoktam ezt egyszerűsíteni, hogy önmagamban nézek, vagy kívülre nézek. És ezekre hogy reagálok, és utána ezeket hogyan használom fel a saját életemben és a saját döntéseimben. Valahogy nekem, amikor beszélgetek emberekkel, akkor sokan nem is tudják, hogy mi az értelmi intelligencia, nem is hallottak még erről sokan. És, és egy másik módja annak, hogy elmagyaráznám, hogy ez mi is valójában én szerintem mindenki gyerekkorában hallott azt az aranyszabályt, hogy úgy viselkedj másokkal, hogy te is akarod, hogy ők viselkedjenek veled. És én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó kiindulópont pont, ö, talán egy gyerek nevelésére, de ez nagyon nem érzelmileg intelligens. És hogy így lehet megfogni az érzelmi intelligenciát, hogy úgy viselkedj másokkal, ahogy ők akarják, hogy viselkedjél velük. És ehhez ismerned kell magadat, ismerned kell a saját érzelmeidet, ismerned kell a másikat, látnod kell, hogy ő hogy reagál, és létre kell tudni hozni ezt a kapcsolódást. Úgyhogy, mint egy ilyen érzelmi intelligencia aranyszabály, én ezt szoktam javasolni az embereknek, hogy így gondolkozzanak, hogy úgy viselkedj másokkal, nem ahogy te, hanem ahogy ők akarják, hogy viselkedjél velük. És így lehet szerintem nagyon jól összefoglalni. Hogyan fejleszthető az érzelmi intelligencia? Az érzelmi intelligencia um, egy, ahogy mondtam már, egy szembenézéssel, egy tudatosítással, önismerettel kezdődik, és itt kezdődik a fejlődési folyamat is. Um, minden viselkedés, ugye az, az a látható, a felszínen van, a, ahogyan viselkednek az emberek, ahogyan kommunikálnak, amilyen art kifejezéseik uh -huh. vannak, amilyen testtartás, amilyen tónusz, szóval, hogy nagyon-nagyon sok minden van ebben. Mennyire tud valaki viszonyulni egy másikhoz, és említetted a, az empátiát, egy, az alapköve az érzelmi intelligenciának, hogy tudok-e együtt érezni a másikkal, nem csak sajnálni, vagy lenézni, vagy, vagy távol tartani, hanem együtt érezni. És az a lényeg, hogy vannak ezek a viselkedések. És a viselkedések mind egy jellemből fakadnak. Mindenki ennek a neveltetéséből, a génjeiből, a helyzetéből, a környezetéből adódik az, hogy kialakul az hogy egy valamilyen fajta jellem. És mindig egy viselkedés vissza lehet vonni, vagy vissza lehet vezetni a jellemhez. És az a fontos, hogy nem állhat meg itt a folyamat, mert hogyha mélyebbre megyünk, akkor muszáj, hogy egy jellem egy hitrendszerre alapozzuk. Szóval, hogyha valaki azt mondja nekem, ez egy jó példa, hogy én türelemben akarok fejlődni, akkor lehetne egy, nem tudom, egy viselkedésváltozást, úgymond egy maszkot neki a kezébe adni, és azt mondani, hogy akkor el azt, hogy te meghallgatod a másikat, és akkor úgy fogsz tűnni, hogy türelmes vagy. De ez nem egy valódi érzemény érzemileg intelligens fejlődést fog jelenteni, mert vissza kell menni a jellemhez. Meg kell kérdezni azt, hogy oké, okay, alapvetően miért nem vagy türelmes ember? Vissza kell vezetni ahhoz, hogy értékeled-e a másikat, vagy csak te vagy a fontos. Mm. <laughs> Mások véleménye ér valamit. <laughs> És azt pedig vissza lehet vezetni ahhoz az értékrendszerhez, ahhoz a hitrendszerhez, amire épül az ő élete. Hogy egyáltalán az emberi élet az annak van-e értéke? fontos-e a, a másik, akármilyen sorsa van. És hogy, hogy annyira érdekes, hogy, hogy az, hogy az élet fontos-e neki, az visszavezethető arra, hogy a gyakorlatban türelmes lesz-e a munkatársaival. Tehát ezt hogy tudod megtenni a gyakorlatban? Egy uh -huh. négy szemközti segítő beszélgetéssel uh -huh. próbálod önismeretre vezetni, és teszed fel valakinek ezeket a kérdéseket. Például aki megkeres azzal, hogy hogy ő, ő, ő türelmetlen és szeretne türelmesebb lenni. Igen, általában egy tíz alkalmas folyamatot szoktam javasolni, másfél óráig szoktunk leülni. Négy szem közt, és különböző feladatokkal, gyakorlatokkal, kérdésekkel szoktam rávezetni az illetőt az értékrendszerre, a hitrendszerére. Mert nem csak egy viselkedésváltozás a célom az emberekkel, hanem tényleg az, hogy, hogyha egy megszilárdított hitrendszere van, és a sajátja, aztán szóval nem az enyémet akarom ráerőltetni, hanem bármilyen erős hitrendszere van valakinek, az egy erős érzelmi intelligenciára. Fog, hát arra fog következtetni, hogy, hogy neki erős az értelmi intelligenciája. És mi a helyzet azokkal az emberekkel, akikkel mondjuk elkezdesz dolgozni, és azt tapasztalod, vagy akár ők maguk ők rájönnek néhány alkalom után, hogy talán nincs ilyen szilárd alapjuk. Akkor mi a helyzet? Mit, tud, mit lehet a, a, azzal az emberrel kezdeni? Vagy mit tud egy olyan ember... Ö, segíteni önmagán ahhoz, hogy fejlődjön az érzelmi intelligenciája, akinek nincs szilárd hitrendszere? Pont ő fog fejlődni a legtöbbet. Mert, mert ebből fakad az, hogy nem tudja kommunikálni, nem látja magát objektívan, helyesen, nem tud kapcsolódni másokhoz, és csapunk, mert nincs egy szilárd hitrendszer, amire tudja alapozni a döntéseit, és amivel el tud következetes lenni, és önazonos. És pont ez az ember lesz az, aki hihetetlen sokat fog változni a folyamat során. És, és az identitásról fogunk beszélni, a... Um, igen, a, a hitről az, hogy pont most volt egy beszélgetésem az egyik ügyfelemmel, és hogy arról volt szó, hogy a sors irányítja a döntéseinket, és el kell -e fogadni azt nekünk, amit az élet ad, vagy mi vagyunk felelősek a saját döntéseinkért. És ez a két hasonlónak hangzik, ez a két világnézet, de hihetetlen más. Életet fog Igen. eredményezni, és hihetetlen más döntéshozatali folyamatokat, meg érzetet is az emberben. És az a fontos, hogy az illető tudjon önazonosan és következetesen reagálni a hitrendszere szerint. Tehát akkor tulajdonképpen, akinek nem erős az érzelmi intelligenciája, inkább segített visszavezetni arra, hogy nézze meg, hogy min... Miben is hisz ő tulajdonképpen? Uh -huh. Így van, így van, mert a hittel fog eredményezni, és hogyha visszamegyünk ezen a kis piramison, hogy néztük, ugye a viselkedés jellem uh, hitrendszer, tehát a hitrendszer megalapozása és erősítése fog alapozni egy önazonos és erős jellemet. És egy önazonos és erős jellem az meg nagyon tudatos, és, uh, és Tényleg egy önismerettel rendelkező viselkedés rendszert fog tudni hozni a világba, és ez lesz látható. És ő is jobban fogja érezni magát a helyén, és mások is fogják érteni a döntéseit, és fognak tudni kapcsolódni hozzá, ami megint csak ugye egy erős érzelmi intelligenciát mutat. Az, hogy te érzelmi intelligencia fejlesztő vagy, kócs uh -huh. vagy, ez, ez milyen fajta képzettséget jelent? Tehát ez a pszichológiával valahol összefüggésben áll, vagy hol, hol, uh -huh. hol lehet ma ilyesmit tanulni? A pszichológia szerintem egy jó alap lehet. Én szociológiát tanultam, és szociálpszichológiát, úgyhogy nekem ez volt az alapja ezeknek a kérdéseknek, meg ennek az útnak számomra. Ö, nagyon sok éven keresztül én a... Hová jártál? iskolában? Ö, Amerikában jártam, Indiana University, Bloomington, Indiana-ban, és ott, ott tanultam. és ami kiegészít... Tehát szociálpszichológia szakon uh -huh. tanultál? Igen, igen. Hát igen. szociológusként ö, végeztem, aminek nagyon nagy része volt a szociálpszichológia, és ami kiegészítette ezt számomra, ö, egy... Magyar angol kommunikációs kultúra nevezetű ö, diplomám is van ö, a szociológus mellett, és ez ez egy olyan, Amerikából? Amerikában igen együtt csináltam, és ö, az egy olyan rálátást adott, hogy a kommunikáció. Van, hogyan tudunk egymáshoz kapcsolódni a kultúrák közti különbségek mit eredményeznek a viselkedésünkben. És ö, belementünk, hogy például a, az agyunk, hogy tanul, hogy tanul nyelveket, és ez milyen hatással van a nyelv a viselkedésünkre. És ö, 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 És hogy hogyan hogyan ö, hat a nyelv a kultúránkra, hogyan hat a kultúra a jellemünkre. Úgyhogy nagyon érdekes volt ezeket ö, mind megvizsgálni, és ez nyitotta meg az ajtót nekem, hogy az érzelmi intelligencia volt az, ami, ami nagyon érdekelt, úgyhogy elkezdtem képezni magamat érzelmi intelligencia fejle, fejlesztésben is, ö, és akkor elálltam egy coaching suliba is Magyarországon. Az már, már itt végeztem el, igen. És... Ö, és ez volt most már négy éve, és, és igazából az emberekkel való találkozás, beszélgetés, tapasztalat, nekem ez a legnagyobb alapja, hogy, hogy ezt csináltam, mert tíz éven keresztül mentoráltam, és, Um, foglalkoztam diákokkal, és ott azért elég sok ember ismeretet <laughs> kaptam, meg ilyen tapasztalatot, úgyhogy hmm. uh, ez mind megalapozta ezt, hogy azt gondolom, hogy nevezhetem magam a hmm. kócsnak, meg intelligencia fejlesztőnek. Említetted itt, hogy a gyerekekkel foglalkoztál. Uh -huh. van, van a kornak ehhez köze, hogy, hogy ki az az ember, akivel tudsz foglalkozni, vagy elvállalod a fejlesztését, és és van olyan ember, akivel esetleg már nem épp a kor alapon? Tehát nyilván azért a gyerekek gondolom, uh -huh. hogy mindenre a világon fogékonyabbak, de, de az érzelmi intelligencia bármikor fejleszthető? Ha valaki jól áll hozzá, akkor szerintem bármikor. Nehezebb uh, konkrét érzem intelligencia fejlesztésről beszélni szerintem gyerekeknél inkább uh, iránymutatást lehet adni, és mentorálást. Az, hogy elvárjuk egy. Uh, egy fiataltól, hogy ő teljesen felnőttként gondolkodszon, és így éljen, azért szerintem ez egy túl nagy elvárás. Viszont lehet olyan irányzatokat adni, és olyan elveket beleépíteni akár a nevelésbe, vagy az oktatásba, ami egy értelmi intelligenciát tud majd eredményezni számára felnőttként. De azért a tini, az tini <laughs> tud maradni. Tehát um, akkor van egy alsó küszöb, ha jól értem, ami fölött javaslod, hogy valaki kezdjen el fejlesz kezdje a saját érzelmi intelligenciájának a fejlesztését. Tehát akkor nagyon kicsiknek ezek szerint nem ajánlanád, um, vagy nem gondolod, hogy feltétlenül nekik neki való? Ha mást, másfajta lehet gyakorlatokat, játékokat fejleszteni, de az, hogy elvárni egy, egy fiataltól, hogy ő tudatos legyen az 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 ami szerintem annak nincs alapja gyerekeknél. A tudatosság az később fog jönni, de meg lehet nagyon-nagyon jól alapozni. Vannak, meg hallottam nagyon sok iskoláról, meg, meg különböző foglalkozásokról, amik beleintegrálják ezt az érzelmi intelligencia gondolatát, és, és, fiataloknak szerintem ez nagyon-nagyon hasznos. De az, hogy kifejezetten oda jön hozzám valaki, és induljunk el egy folyamatba, és kócsoljam őt érzelmi intelligencia fejlesztésben, szerintem egyetemista korban is lehet, de, de inkább mikor már dolgozunk, akkor alakul ki egy olyan személyiség, és egy olyan tudatosság, hogy tudom, nagyjából találni, hogy mi akarok lenni, hogy nagy leszek, hogy, hogy mik a terveim, mik az álmaim, és tudunk többet beszélni erről a hitrendszerről. A felső korhatár meg Szerintem, hogy öregszünk, még én is észreveszem magamon, hogy egyre beszűkülünk, és szerintem nagyon jó, hogyha az a hozzáállásunk, hogy mindig akarunk tanulni, de megint ez az egyéntől függ. Abszolút az egyéntől függ. Én most 33 éves vagyok, és azért 40 év fölöttieket nem nagyon vállalok el, mert úgy gondolom, hogy ki vagyok én, hogy az a fajta tapasztalat és élethelyzetről én. Nem, nem annyira tudok neki úgy segíteni talán, mint egy idősebb kócs, akinek, akinek több tapasztalata van, meg, meg több tudása ebben. Um. De lehetséges, abszolút lehetséges. Tehát akkor azt gondolod igazából, hogy hogy a javasolt az az lenne, hogy körülbelül hozzánk hasonló korú ember, emberhez forduljunk? Uh -huh. coach, hasonló, coachként. vagy fiatalabb? M Aha, vagy, bocsánat, ha fordulunk, akkor vagy idősebb? Szóval hasonló kor, korú vagy, vagy idősebbhez forduljunk, igen. Ezt javasolnád. Most behoztam ide a beszélgetésben néhány tárgyat. Igen. Olyan kártyákat és társas játékokat, amelyek hát alapvetően arcokat ábrázolnak, és Igen. én a gyerekek, gyerekekkel szoktam használni, hogy egy picit általában a nyelvtanításban használom, de persze, kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy mondjuk az intelligencia vagy kifejezetten az érzelmi intelligencia, vagy az empati, empatikus készségek fejlesztésére mennyire alkalmas, én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor az emberek nem képesek jól megfogalmazni az érzéseiket. Tehát általában, ha kérdezünk valakitől valamit, hogy vagy, a válasz az az, hogy jól, rosszul. Igen. Tehát nagyjából a két szélsőség, nem szeretünk belemélyedni, általában rohannak az emberek, nem tudom, hogy te is ezt tapasztalod-e, de hogy nagyon kevésszer van olyan reakcióm, ami arra utalna, hogy az embereknek mondjuk szélesebb a, uh -huh. a, a helyzetfelismerő képességük, vagy a saját érzelmi állapotukat kevéssé tudják verbalizálni. Uh -huh. Ennek mi lehet az oka? Uh, hát egyrészt szerintem nem foglalkozunk annyit. Uh, meg főleg Magyarországon is itt nőttem fel, itt uh, ide jártam uh, iskolába, és az iskola rendszer, meg, meg a összes sportolni is jártam, és, és minden arra irányul, hogy a teljesítmény, meg, meg az, hmm. hogy, hogy mi az, ami te a legjobban csinálsz, és te a legjobb tudsz belőle lenni, és hogy, hogy inkább ez a fókusz. De az, hogy közben te azt hogy éled meg, <laughs> azt senki nem kérdezte meg, legalábbis tőlem. Hmm. És... És szerintem is nagyon hiányos. Nagyon hiányos, hogy az emberek szélsőségekben fogalmazzák meg az érzelmeiket, és amikor eljutunk odáig, hogy fogalmazd meg, hogy ma milyen érzelmek voltak benned, hát lehet, hogy egy, kettő, max három érzelmet tudnak az emberek felsorolni, és tényleg nagyon nehéz. Nagyon nehéz beazonosítani, mert nem gyakori, nem tanítjuk meg a gyerekeknek, gyerekként nem tanultuk, meg mi sem, és, és a nagy rohanás miatt, hát most arra nincs is idő. Szóval, hogy, hogy, szerintem ez amúgy egy tökéletes gyakorlat, akár egy nyelvtanítás, vagy, vagy bármi során, amire gondoltam én is például, hogy gyerekeknek mit, mit lehet nekik segíteni, hogy egy fiatalabb korosztály és Megalapozott érzelmi intelligenciával rendelkezzen. Igen, tehát én ezeket a kártyákat például arra használom, hogy hogy emberarcokat ábrázolnak, és nyilván megkérdezem kicsiktől, hogy szerinted ez az ember hogy érzi magát. Uh -huh. Uh -huh. Mert így már, így már gyakorlatilag. Egyrészt ugye a szókincsét is lehet bővíteni az adott gyereknek, hogyha nyelvtanárként alkalmazod ezt a módszert, akkor meg nyilván az idegen nyelven, uh -huh. hogy túllépjünk egy kicsit az, az igen-nem, jó rosszul kategórián, és hogy megfogalmazzanak akár ilyen dolgokat is, hogy szerintem ő dühös, szerintem ő mérges, uh -huh. szomorú, uh -huh. csalódott, igen. kiábrándult, uh -huh. és, és akkor sorolhatjuk a listát, és akkor egyben már, a, már az empátia felé is tudjuk. Uh -huh terelgetni őket, hogy vajon mitől érezheti uh -huh. úgy magát szerinted, amilyennek leírtad uh -huh. az előbb, hogy milyennek látod ezt az embert. Uh -huh. És ez már elkezdődhet kisebb korban uh -huh. is, akár, hogy hogy a felé visszük az embereket, vagy próbáljuk rá segíteni őket arra, hogy hogy együtt érezzenek másokkal például, vagy uh -huh. vagy kicsit mögé gondoljanak, hogy vajon mitől lehet az az ember elkeseredett, fáradt, kimerült. Uh -huh. Ilyen-olyan. Igen. Igen, és akkor máshogy is tudunk reagálni rá, hogyha megértjük pontosan az értelmét, és talán, hogy miért így érezte magát. És akkor már is egy olyan párbeszéd alakul ki, aminek van értelme, és nem ami még jobban dühíti, vagy még jobban elviszi egy, egy rossz irányba. Mit tanácsolnál annak, aki most hallgat minket, és esetleg azon gondolkozik, hogy, hogy vajon vajon ő hogy áll érzelmi intelligencia szempontjából? Ö, hova tud fordulni most egy ember, vagy aki azt gondolja, hogy ugye azt mondtuk a beszélgetés elején, hogy, hogy azt látod, hogy, hogy igazából az érzelmi intelligencia a boldogságunk és a sikerünk kulcsa. Uh -huh. Uh -huh. Tehát, hogyha esetleg valaki úgy hallgat minket, hogy azon gondolkozik, hogy hát nem vagyok túl sikeres, vagy nem vagyok túl boldog, esetleg uh -huh. mit tudok tenni én annak érdekében, hogy ez a helyzetem változon, mit javasolnál egy ilyen embernek, hová forduljon? Hát üm, igazából két dolog jutott eszembe. Az első, ami pont az, amiről beszélgettünk, hogyha ő szeretné fejleszteni a sikerét, a boldogságát az értelmi intelligencia fejlesztésével, akkor ez egy nagyon-nagyon jó gyakorlat, hogy akár nem tudom, egy ebédszünetet kijelölni erre, és akkor este is. Szerintem két adagban könnyebb megcsinálni, és leírni az összes érzelmét, amit addig érzett azon a napon, addig, amióta fölkelt addig a szebét És megpróbálni beazonosítani, hogy, hogy miért. Szóval, hogy, hogy megnézi magában. Ö, szoktam javasolni, van egy nagyon jó eszköz, egy ilyen, egy kerék, gyakorlatilag, ami összeszed, Hát, én nem is tudom, legalább 50 fajta érzelmet. És akinek nagyon nehéz meghatározni, milyen érzelmei vannak, úgy van összeállítva, hogy mit tudom én, ez a jó-rossz szinten indul, és akkor ez kitágul. És akkor, hogy tágul a kerék, ö, több szintje van, és nem csak a jó, hanem, mit tudom én, a vidám, ö, nem tudom, elégedett, szóval, hogy ilyen, ilyen dolgokat mond, a rosszat szintén. És... Ö, és akkor tágul a kör, ahogy mennek a, mennek a ö, kategóriák, és egyre konkrétabb érzelmeket ö, tudnak így meghatározni az emberek. Akár egy ilyen segédeszközt is lehet tanulni, van a neten csomó. Ö, azt nagyon javaslom, és akkor ö, vissza is nézni esetleg, hogy egy hét alatt milyen érzelmek voltak ö, bennem, saját magamban, és, és talán, hogy miért, meghatározni miért. Um, más? Ez, ez pedig egy olyan dolog, amit ugye az ember magá, magától is el tud, Aha, amikor van. ideje van és rászánya, uh -huh. akkor ezt, ezt magának is el tudja végezni uh -huh. ezt a gyakorlatot. Igen, köszönjük. Igen, így van. Esetleg még valami más hasonló tippet uh, tudsz adni. Ez is, persze. Um, igazából azért eszembe jut az, hogy persze el, elmehet egy kócshoz, elmehet uh -huh. egy, egy workshopra, elmehet egy társaságban, ahol ilyen dolgokról lehet beszélgetni, de szerintem ott kezdődik a tudatosság, hogy én magam teszek el érte. Úgyhogy ez a két dolog, ami eszembe jutott, az inkább a saját magamnak a gyakorlatai. Öm, és a másik dolog, ami eszembe jutott, ez öm, inkább nagyon nagy téma a hálaadás. Én azt, azt látom, hogy az értelmi intelligenciánknak, az elégedettségünk, boldogságunknak a, a megélése, az a hálaadásnak a gyakorlása. És én ezt mindenkinek, minden ügyfelemnek, minden tanítványomnak, mindenkinek elmondom, hogy a hálának a gyakorlása is ugyanannyira hangsúlyos mind a két szó, mert szerintem a, vannak, hála Istennek, olyan időszakok az életünkben, amikor ösztönösen és automatikusan jön a hála, de a legtöbb időszak szerintem az ember életében az olyan, hogy, hogy gyakorolni kell a hálát. És, és egy olyan perspektívára kell, úgymond így rákényszeríteni magunkat, hogy lássuk a jót, és lássuk azt, ami, amiért nagyon-nagyon hálásak tudunk lenni. És ö, van egy, nem tudom, hogy van-e még idő, de van egy konkrét gyakorlatom, amit szívesen ö, meg tudok osztani, és ö, az, az úgy zajlik, hogy ö, ír, írjatok le tíz dolgot, amiért hálásak vagytok. És utána még tizet, és utána még tizet, és utána még tizet, és még tizet. <laughs> Hűha! És, és hogy, te lehet, le hogy lehet hogy vannak olyan emberek, akik, akik már az első tíznél akarnak. És vannak, vannak, Ugye? abszolút, abszolút vannak, és ez és egy nehezebb időszak lehet. De amikor ez ne, Nem feltétlenül, hanem ez nem biztos, hogy olyan könnyű feladat. Tehát ebben uh -huh. is tudatosnak lenni, hogy mennyi minden van, uh -huh. amiért hálásak lehetünk. Így van, így van. És, és amikor ráként, és ezért mondom azt, hogy ugyanannyira hangsúlyos mind a két szó, mert amikor gyakoroljuk a hálát, és ez a hálának a gyakorlása. Uh -huh. Nem csak az, hogy ó, oh, hálás vagyok, hogy most gyönyörű idő van, ma szépen süt a nap, és akkor megyek tovább. Az, az számomra nem gyakorlás. Az a gyakorlás az abból áll, hogy találok valami olyat, amit nehezen találok meg, de amiért tényleg hálás lehetek. Volt, ez egy tök jó példa, volt egy nemrég, nagyon elvágtam az ujjamat, de úgy nagyon, és több héten keresztül alig bírtam használni a kezemet. És ezt a feladatot megcsináltam egy workshopomban, és az volt az egyik, nem tudom, a top 5-be benne volt, hogy két egészséges kezem van. És addig, az, tehát én ezt évekig csináltam, ezt a feladatot, és egyszer se került fel a listára, hogy két egészséges kezem van, vagy két lábam van, vagy, vagy épp testem, vagy nem mm. tudom. És hogy például ez is, most, mikor csinálom a gyakorlatot, ez is most már mindig eszembe mm. jut, hogy két egészséges kezem van. Mm. <laughs> és ebben lehet gyakorolni ezekkel a dolgokkal, amik természeteseknek tűnnek, de nem, nem mindenkinek természetes, és amikor ezekre rakjuk a fókuszt, akkor az a fajta empátia, az a fajta kommunikáció, az a fajta önismeret, másoknak a meglátása, ugye megint csak az érzelmi intelligencia, az is fejlődik. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, Jodi, és beszélgettünk egy kicsit az érzelmi intelligenciáról. Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, tartsatok velünk legközelebb is, addig is minden jót kívánunk mindannyiótoknak. Hajrá, ültessétek át a gyakorlatból ha hallottakat. Sziasztok!